éppen folyamatban van a művésztelep, most valahol a közepén vagyunk, talán nem is tudom, a szerda van, akkor a közepén vagyunk. Szinte mindenki most már eljött, még várjuk csak egy-két alkotót még várunk, a többiek már itt vannak. Egy nagyon kötetlen, jó hangulatban bonyolul le az egész. Ön a mesterműhelynek az összehívója, ugyanis mesterműhelyben vagyunk, és ez évről évre azt jelenti, hogy más házigazdája van. Igen, igen, ez igazából egy nagyon jó ötlet, mert minden ilyen megbízott, aki meghívja a kollégákat, az valamilyen némi kis változást tud belehozni a telepnek a munkásságában, és szerintem ez hasznos és nagyon jó. Az én elképzelésem az volt, hogy hívjak meg fiatalokat, akik szerintem most ebben a pillanatban valahogy a vajdasági képzőművészetnek a jövőjét esetleg tudják meg képviselni nem sokára. És erre törekedtem, hogy egy ilyen mix kevert társaság jöjjön össze. Vannak itt kollégák, akik már sokszor megfordultak itt, de vannak olyanok is, akik először vannak itt, és ez szerintem egy izgalmas találkozás, mindenkinek jó. Különösen olyan értelemben, hogy a művésztelepnek a profilja is tud egy picikét változni, mert a fiatalok azok mindig egy új világot látnak, élnek, éreznek és olyat is alkotnak, úgyhogy szerintem izgalmas lesz. Az idei művésztelepnek témája van. Mi a témája? Hogy határozta ezt meg? Igazából van is, meg nincs is. Igen. Én személy szerint nem vagyok az a típus ember, aki nagyon könnyen alkalmazkodik, ha bár törekszem arra. De az ilyen nagyon meghatározott téma mindig is nekem olyan gondot jelentett, és úgy gondoltam, ha már most én vagyok megbízva, akkor én ezt ki fogom teljesen nyitni. Elhangzott egy ilyen, hogy érzelmi raktár, de igazából ez jelenthet sok mindent, rengeteget, és gondolom, hogy ez mindenkinek megfelel, hiszen mi más nem nagyon csinálunk, csak mint a kis méhecskék szorgalmasan tároljuk az érzelmi szenzációkat, és aztán ebből a tárolt anyagból, ebből a mézből, ebből imitamat valamit megosztunk másokkal, és ez volt az elképzelés, úgyhogy ez a motto az egész telepnek. Igen, akkor egy kicsit változtatok az imént feltett kérdésen, akkor címe van ennek a művésztelepnek. Inkább olyan, hogy egy mindent jelentő címe van, ami igazából nagyon nagy területet, szabadságot enged meg mindenkinek, ad mindenki részére, úgyhogy ez az én kedvemért volt, hogy saját magamat ne bilincseljem le valamilyen, nem tudom én, elképzelése. És hogyha már az érzelmeknél tartunk, akkor most milyen érzelmi hangulatban van? Hát, ja, ami a telepet illeti, nagyon jó a hangulat, véleményem szerint, élvezem az itten töltött időt, minden pillanatát, és úgy érzem, hogy a kollégák is hasonlóan gondolkodnak, és ők is ezt érzik. Ebből kifolyólag egy pozitív hangulatban vagyunk most szerintem, habár ugye az életünk az mindig olyan, hogy egy picikét méz van, egy picikét van méreg, ám most szerintem a méz ez dominál, a méreg még valahol háttérben van szorítva. Abban is különbözik ez a mesterműhely a többitől, hogy a keretén belül könyvbemutatóra és koncertre is sor kerül. Pontosabban? Biró Timi, fiatal szabadkai költőnek a kötete lesz bemutatva pénteken, 16 órai kezdettel, ha nem tévedek. A Pusztítás reggelei a címe, és nagyon jó barátnőm, szeretem, amit ír, és nagyon véletlenül, de igazából véletlenül, éppen én vagyok a kötet illusztrátora. Ez nem volt szándékos, de valahogy így jött ki a lépés, hogy a könyv nemrég lett kiadva, a fórum adta ki a kötetet. Én illusztráltam, Biró Timi csodálatos vers kötetet oszt meg majd a közönséggel. Aztán lesz igen egy etnokor koncert, tehát ez olyan logikus dolog volt, mi vagy én ottan tag vagyok, meg muzsikálok a fiúkkal. Én ajánlottam, hogy hát akkor legyen egy buli, legyen egy ilyen dolog, mivel hogy a művésztelepnek az nagyon fontos része ez a
Ez a lazítási pillanat, amikor az emberek így közelednek igazából nagyon jó, a zene az egy univerzális nyelv, és gondoltam akkor fiókat meghívni, hogy csinálunk egy koncertet, aztán a Vén Krisztián arra az ötletre támad, hogy menjünk ki a medencére, és ott játszunk, amit nagyon ötletnek tartok. Igazából a koncert az ugyanazon a napon pénteken, a Bíró Tími könyv kötet bemutatója után, 18 óra után meg is fog kezdődni ott a medencén, aztán megjövünk vissza ide a művésztelepre, és itt lesz egy örömzenélés, és itt ilyen barátkozás. Végül csak még egy kérdés. A munkásságában és a művésztelepek sorában mit jelent az ön számára a 9+1? Nem nagyon járok művésztelepekre, ez az igazság. Ritkán szoktam, mert időm nagyon nincs. És a másik dolog még az, hogy a művésztelepnek meg kell legyen a varázsa, meg az a titkos tartalma, amit most nem tudok elmondani, hogy mi, mert igazából én sem tudom, ami az embert vonzza, vagyis ami megengedi neki, hogy vagy jól, vagy kevésbé jól érezze magát ott, ahol van. Én Moravicára nagyon régóta járok. Igaz, az utóbbi néhány évben ritkában, de tavaly voltam, és hát ugyanazt a boldogságot, jó hangulatot éreztem, amit valamikor régen is, és azért szeretik ide visszajönni. Nem nagyon vagyok ilyen művésztelepekben, nem vagyok valami nagyon nagy szakértő, még nem is nagyon járom őket, ahogy már mondtam, de gondolom, hogy ez a művésztelep, ez hozzám közel áll, azért is jöttem vissza ide. Szeretek ide jönni, szép emlékek fűződnek ehhez a helyhez, még mikor kezdő voltam, akkor jártam erre többször is, és ezt valahogy az ember nem felejti el. Érzelmi raktár, ez az idei művésztelepnek a témája, címe. Mi az, ami a te érzelmi raktáradba belefér? A téma az nagyon fején találta a szöget, mert hogyha művészetről, bármelyikről beszélünk, képzőművészetről, költészetről, drámai vagy bármilyen művészetről, mindig a rációt egy picit félre kell, hogy tegyük, és csak is az érzelmekre építkezhetünk. Kell egy szakmai tudás, hogy kell ugye vásznat kifeszíteni, hogy kell a ceruzát fogni, de hogyha csak a rációra támaszkodunk, akkor nem jutunk sehova. Na most ennyi lenne ez a pici bevezető, amit én el akartam mondani. Azért örventem az egésznek, mert az ember elő tud venni a cím, vagyis a téma hallattán olyan dolgokat, amit különben nem vesz elő. Mert vannak ilyen témák, ilyen táborozások, olyan témák, de amikor egy ilyen szélesnek tűnt témát kapunk, akkor először ugye elgondolkozunk, hogy most mivel tud képileg, hogy tudjuk mi ezt az egészet kifejezni. Hogy sose volt állatokat, madarakat, önmagunkat furcsa mód rajzoljuk meg, és valójában én nekem egy igazi válaszom erre nincs, hanem csak ilyen fragmentumokat tudok elmondani, hogy természetesen a művésztelep tudjuk, hogy az egyik alapvető dolog az, hogy az ember úgy töltekezik érzelmileg, hogy jókat beszélget művésztársaival, amire évközben nincs mód, ugye? Ezért ott tud beszélgetni, és pontosan az érzelmekre támaszkodva tudja kifejteni a véleményét. Egy kicsit tudálékos volt ez az egész válasz erre a kérdésre, de nem tudom másképp megválaszolni. Egyelőre üres a papír itt előtted, a másikon a vázlat készül. Mi fog erre rákerülni? Úgy gondoltam, hogy sosem volt madarakat rajzolok emberi formába, tekintettel arra, hogy a karikatúra kötelez, hogy egy picit a szarkazmus irányából közelítsen meg a témát, akkor ezt a valós és a valótlan világot akarom társítani úgy, esetleg jó színekkel, hogy hát abból kiderüljön, hogy az embernek milyen érzelmei vannak. Én nagyon el vagyok ragadtatva az idei, hogyha táborozással,
a témaválasztás is nagyon jó, meg én azt hiszem, hogy a csapat is olyan, ami előremutató munkákat végez, csinál. Nagyon tetszik nekem ez a fiatalság, amelyik itt van most is, alkot. Látom a jól ismert képformát. Hogyan fejezed ki most az érzelmeidet? Hát én maradok a régi stílusom mellett, úgyhogy kitartóan csinálom a mániákosan a betűket, de azért azt hiszem, hogy másképp csinálom, mint egy fél évvel ezelőtt. Most, hogy mondjam, az ellentét, a fekete-fehér ellentétre koncentrálok inkább, mint azelőtt a színesebb munkákat csináltam, most a fekete-fehér az, ami dominál a munkáimon. Megkérnélek, hogy mesélj egy kicsit a művésztelep történetéről, pontosabban a mesterműhelyről. Hát a mesterműhely az idén 13. alkalommal kerül megrendezésre. Ugye ide akadémikusok jönnek, olyanok, akik magasabb iskolát végeztek, és őket egy adott művész hívja össze, ez egy hagyomány náluk, amit mindig előző évben választanak ki. Idén Miroslav Jovancsicra esett a választás, és az érzelmi raktár nevet adta a táborunknak, amiben valójában bármi belefér, ami a művészek lelkébe benne van, és ennek a folyamatának tudunk részesei lenni, lássuk megszületni az alkotásokat, lépésről lépésre, elcsatornásról elcsatornásra, ami számunkra is, és valójában bárkinek hatalmas élmény tud lenni. Az alkotók vajdaság szerte, tehát Újvidékről, Magyarországról érkeztek, Szegedről, vannak olyanok, akik elszármaztak Vajdaságról, tehát zentaiak, kanizsaiak. És igen, vegyes a társaság, igen. Úgy látom, fiatalok, idősebbek egyaránt vannak, így szokott lenni? Nem, ezt a Miroslav döntött el így, hogy ő szeretné kicsit vegyíteni a társaságot, tehát idősebbeket is és fiatalabbakat is, hogy a fiatalabbak tanuljanak, de ugye az idősebbek is, amíg él az ember, ugye holtig tanul, és oda-vissza működik ez náluk. Tehát technikákat eltanulnak egymástól, jól érzik magukat egymás mellett. A képeket azt szombaton 11 órakor majd egy kiállítás keretén belül megmutassuk a nagy közönség számára is, utána pedig katalogizáljuk, és hát egy részük a helyi gyűjteménybe kerül, a többit az pedig vagy eladásra, vagy pedig ajándékozás céljára. Az idén már volt egy műhely, most itt van a mesterműhely. Számíthatnak-e még egy táborra az idén, vagy mi a terv még az év végéig? Hát reményeink szerint még egy ifjúsági tábort szeretnénk megszervezni, ahol most a mesterműhelyben résztvevő művészek közül is egy-egy estére esetleg el tudnak jönni, mentorálni őket. Ők fiatal alap generációhoz tartoznak, akik még most iskolába járnak, vagy esetleg frissen diplomáztak, valamint még egy akvarell estét, hétvégét szeretnénk, hogyha minden úgy adódik, hogy megszervezünk. Tehát először látlak itt a táborban, először vagy? Igen, most vagyok itt először, igen. Elég sokat szaladgálok ide, de... Mindenek előtt arra kérnélek, hogy mutatkozz be. Nagy Kornélia vagyok, Szabadkáról, és egyébként Pécsen tanulok most az egyetemen. Milyen egyetemen? Hát művészeti kar, tervezőgrafikát tanulok igazából. Hogy kerültél ebbe a táborba? A Miroslavon keresztül igazából. Neki köszönhetem azt is, hogy erre az egyetemre járok, meg így elég sok mindent, úgyhogy... Ő irányított ide? Hát segített, igen. És mit jelent számodra ez az egyetem, és mit jelent ez a tábor? Első alkalommal vagy itt? Hát most vagyok itt először, igen. Hát ez egy összetett kérdés volt. Igazából a tábor teljesen más, mint az egyetem. Ez egy ilyen teljesen szabad, és nagyon-nagyon jó közösség, és nekem nagyon érdekes tényleg, hogy mindenki, ilyen idősebb művészekkel találkozni, akik így segítenek nekünk mindenben akármi. Hát mondjuk engem leginkább az illusztráció érdekel talán, az tetszik a legjobban. És itt mit készítesz?
Hát leginkább most eddig még csak rajzoltam, és majd most kezdek a festékekkel ismerkedni, igazából eddig még nem nagyon sikerült, és ez is ilyen tök jó lesz, hogy segítenek, és kipróbálhatunk új technikákat. Érzelmi raktár, ez az idei tábor mottója, mit jelent ez számodra? Hát én most absztrakt képeket csinálok az utóbbi időben, és most olyan irányba mozdultam ennek a témának a hatására, hogy hát a geometriai elemeket rajzolok csőtollal, organikus alapokra. És akkor az egésznek van egy ilyen raktár hangulata valahogy, ezek a formák, ahogy így összeállnak, olyan, mint hogyha egy ilyen nagy, mint egy raktárnak a távrajza lenne, úgy néz ki, és hát ezek az amorf foltok, meg ilyen színfoltok, ezek pedig lennének az én szándékom szerint az érzelmek. Erre így reflektáltam. Hát nem tudom, hogy mit lehetne még. Én így tudtam feldolgozni, vagy erre a témára megfelelni. Az embert mindig érik mindenféle gondolatok, és amikor ezt csinálom, valójában ez egy ilyen meditatív tevékenység, és hát a nap végére borzasztóan kifáradtam, úgyhogy ebből gondoltam, hogy ez így akkor őszinte kép, amit csinálok. És nem is olyan egyszerű, ugye? Hát nem egyszerű, igen. Szóval sok koncentrációt igényel, és precizitást. És a művésztelepek sorában a 9+1 mit jelent számodra? Hát egy nagyon kedves, kellemes helyet, ahol nagyon úgy, tehát legfőképp ugye a házigazdákat emelném ki, mint nagyon kedves és hívogató tényezőt, de ugyanakkor a kollégák is, akikkel együtt dolgozunk, azok is nagyon kedvesek számra, és hát nagyon fontosnak tartom azt, mivel most Budapesten élek már egy pár éve, hogy ne veszítsem el a kapcsolatot az itthoni művészekkel, az itthoni milliót, azt így minél inkább megtartsam magamban, mert ez nekem nagyon fontos. Akkor kihasználom az alkalmat, és megkérdezem azt, hogy mi a különbség az itthoni és az ottani millió között? Hát, nem is tudom. Hát, ott ugye kicsit több a pénz, viszont itt nőttem föl, nekem szívem csücske, tisztább a levegő, nem tudom, kicsit másak az illatok, meg itt lehet olyan itteniesen beszélni. Nekem ez nagyon fontos, hogy magyarul nem kell modorálni magad. Igen. Ami nem esik nehezemre, valamint egyre kevésbé esik nehezemre, de azért olyan jó esik, hogy elengedni magam, és úgy az lenni, ami vagyok, ami voltam, vagy ami ennek lettem nevelve, meg amilyen, ahol felnőttem. Érzelmi raktár az idei művésztelep témája, címe. Mi az, amit ezzel kapcsolatban meg tudsz alkotni, ami ezzel kapcsolatban az eszedbe jut? Nagyon sok minden, ez nyilván egy olyan téma, ami nagyon sokféleképpen megközelíthető, és nagyon sok jelentést tudunk hozzá kötni. Hát mindenki nyilván ezt a saját maga módján dolgozza föl, a saját maga asszociációival reagál erre a témára. Én nem is akartam ezt a témát igazság szerint egy ilyen ennyire nagyon túlságosan, tudatosan megformálni az agyamba, inkább valamennyire most úgy hagytam, hogy inkább intuitíve reagáljak rá. És ez mit jelent? Mi az, ami papírra, vászonra kerül? Lázár Tibor stílusában? Igen. Hát nyilván az ember már rendelkezik egyféle repertoárral, új motivumokkal, új technikával, új technológiailag, és egy teljes képi világgal. Nyilván ebből
ebből a repertoárból tudok meríteni. Lehet, hogyha megnézzük a kettő készülő munkát és más munkáimat, lehet, hogy igazán egy kívülálló, aki nem tudja, hogy erre a témára készültek ezek a munkák, nem fog nagyobb különbséget felfedezni a munkák között. Viszont én tudom a különbséget. És az a lényeg, a művésztelep mit jelent a számára? Nekem valahol a nyárnak a kezdetét jelenti. Lehet, hogy ez kicsit prózai, de valójában itt indul be nekem a nyár, tehát amikor lassan befejeződik a munka, és elkezdődik egyféle nyári időszámításom, és a táborba való részvétel, ez az, ami egy különbséget tesz a nem nyár között, a hétköznapok között, és a nyár között, ami mégiscsak inkább felszabadultabb, szabadabb, napsütés, stb. És mivel foglalkozik ezen kívül még a nyáron? Hát a nyarat azt is igyekszem, hogy alkotással töltsem el, még akkor is, hogyha az emberét valamennyivel felszabadultabb, szabadabb, lehet, hogy az ideje sem annyira kötött, de igazság szerint pont ez a szabadság az legalábbis számomra az alkotó munkában, ami segít abba, hogy nyugodtabban és elmélyültebben tudjak dolgozni. Mit készítesz itt a telepen? Hát most én inkább kísérletezem, ugye játszok formákkal, színekkel, vonalakkal, ugye organikus és geometrikus formákkal. Tehát még alakulóban van, vagyis folyamatban vagyok. Stílusod körülbelül ez, amit itt most láthat a közönség? Hát én még elég fiatal vagyok, úgyhogy én még az úton vagyok, és hát keresem magam, de jelen pillanat, ugye, ebben a világban érzem jól magam. Van, aki segít megtalálni önmagad? Hát folyamatosan igen, vannak olyan emberek, akik inspirálnak, ugye ez nem feltétlen festő vagy képzőművész, hanem vannak írók, ugye egyszerű emberek, akik ugye földműveléssel foglalkoznak, vagy akár ez a személytől függ, szóval ez mind talán ugye az ember inspirál, ugye meg maga az emberi gondolatok, beszélgetések. Ugye ez nem feltétlen művész. És mondjál valamit a technikáról, amivel ezek az alkotások készülnek, tel is tele van az asztalod ceruzákkal. Hát igen, hogy jelen pillanat, ugye ceruzával, filctollal dolgozom, folyamatosan törlök, vagyis igen, először lerajzolom, ugye a rajzot kitörlöm, és újra rajzolom. Ez a jelen pillanat, ugye a jelenlegi technikám. Érzelmi raktár, mi az, ami Ágoston Lóránnak ebbe a témakörben az eszébe jut? Ó, hát így talán egy érzelmi raktár, nem biztos, hogy konkrétan erre a témára tudok valamit mondani, de az érzelmek kapcsán azt hiszem, hogy mindannyian raktározunk sok minden témát. Meglehetősen szabadon kezeljük ezt a indító gondolatot, de amiket én most itt készítek, megpróbálok olyan érzelmeket magamból elő csalogatni, amelyek aztán valamilyen vizuális formát fognak kapni. Az egyik megpróbáltam én ezek az érzelmek közül a szeretetre összpontosítani. Ehhez indítóként jó jött egy történet, amikor érkeztem ide Bácskos út falvára. Szegedről jöttem Törökkanizsán keresztül, mondom, meglátogatom előtte édesanyámat, és akkor úgy jövök, de Törökkanizsa előtt az úton egy kóborkutyát találtam, és kinyitottam az ajtót neki, beszállt a kutya, és látszott rajta, hogy ez egy jól, igazából ápolt jószág, és hát a gazdáját keresi. És hát a bátyám, aki a faluba állatorvos, megkérdeztem, hogy
valakinek hiányzik ez a kutya, és akkor 5 perc múlva már a gazdájánál is volt, és ez egy ilyen nagyon jó érzése jut, és mindenkinek ezt a történetet meséltem, mikor ideértem, hogy rengeteg ilyen apró élmény az, ami elraktározódik, és aztán majd időnként szükség esetén ez valami jó dolgot elindít bennünk. Úgyhogy ezek ilyen apróságok, de nem véletlen jelennek meg most a rajzokon emberarcok és sok-sok kutya. Igen, fejvázlatokat látok itt valóban kutyákkal, és a háttér úgy látom, hogy már készül. Igen, igen, ezek még alapok, hátterek, amelyekre majd készülnek ezek a rajzok alapján. Igazából mondhatnám, félúton vagyok, tehát úgy van, úgy vagyunk beállítva, vagy az időnket úgy osztjuk be, hogy meg tudjuk ez a rövidke 4-5 nap alatt oldani ezeket a feladatokat. Hát nagyobb mélységekben nem tudunk bele merítkezni, mert azért a legfontosabb egy ilyen alkalommal, hogy akikkel évente talán egyszer, vagy több évente találkozunk, vagy még kollégák, akikkel soha nem találkoztunk, megismerkedünk, és valahol ez az igazi érzelmi raktár itt ebben a Báncskosút falvi lassan több évtizede itt működő táborban, hogy nagyon sok olyan embert hoz össze, akik hasonló gondolkodásúak, és alapvetően ez csak pozitív lehet. Szeret művésztelepen alkotni? Művésztelepen igazából persze szeretek alkotni mindig. Itt nincs, épp az előbb említettem, hogy nagyon elmélyedni nincs idő rá. Mert jobban arra fókuszálunk, hogy egymásra is tudjunk foglalkozni, egymásra kicsit odafigyeljünk, mert fontosak ezek az emberi kapcsolatok, ezeknek az ápolása. És azt hiszem, hogy az év többi része elegendő ahhoz, hogy a komoly munkáinkat megcsináljuk. Én így gondolom, nem biztos, hogy ezzel mindenki osztozik, de ez egy kellemes itt lét. Eljött egy következő alkalom az idén is, Mesterműhely 13. alkalommal. És hát itt a Mesterműhelynek a héten készült alkotásait tettük ki ide, hogy mindenki láthassa, hogy a művésztelepen a júliusi hónapban milyen munka folyt, és nem csak munka, remélem minden művészünk jól érezte magát, és örültünk, hogy ennyien el tudtak jönni. Reméljük, hogy közelebbi alkalommal, immár jövőre a jubileumi 40. alkalommal 40 éves lesz a művésztelep, és hát arra is majd készülünk. De hát most maradjunk a jelenben. Erről a kiállításról ugye azt kell tudni, hogy Miroszláv Jovancsik szabadkai művész volt az összehívója a kiállításnak, vagyis a tábornak. Ő választotta ki, hogy ki jöjjön erre a táborra, a barátait, lelkitársait, illetve ismerőseit hívta meg, olyan művészeket, aki talán az ő szívéhez közel áll, Érzelmi raktár címmel. És hát az érzelmeiket a művészek így formában tudták kifejezni, mindenki a saját színkompozíciójával és a saját stílusával tette hozzá a heti érzelmeit. 16 művész volt jelen, Ágoston Lóránt, Bicskei Janikó, Csernik Attila, Gubik Korina, Kisbutterer Márta, Kókai Elena, Lázár Tibor, Léphat Pál, Maja Majolinica, Miroszláv Jovancsik, Nagy Kornélia, Ifjú Novák Mihály, Pécs Szagmeister Laura, Tarkó János, Utcai Dávid, és hát majd Verebes György, ő fog nekünk egy kicsit muzsikálni. Hiszen ezek a művészek nem csak ilyen egyoldalú, egyszerű művészek, hanem egy akadémiát végzett, egy olyan művészek, akik már letettek valamit az asztalra az elmúlt időszakban. És hát nem csak egyoldalúan, csak képzőművészek, hanem olyan művészek, akik meglepően úgy tudnak zenélni, hogy én csak szégyellem magamat, hogy én ilyen egyoldalú vagyok ő mellettük, de egy nagyon értékelhető emberek, akik nem csak úgymond színekbe tudják kifejezni magukat, hanem muzsikával is.
és ez nagyon jó esténként, egy beszélgetés mellett, vagy pedig egy buli mellett nagyon jól tudtuk érezni magunkat az elmúlt években.